A rengeteg embert megmozgató királyi napok Székesfehérvár legjelentősebb programsorozata, de ezen kívül felsorolni is nehéz lenne azoknak a fesztiváloknak, tematikus rendezvényeknek, látnivalóknak és érdekességeknek a sorát, ami a városba érkezőket várja. 10 évvel ezelőtt alakult a székesfehérvári TDM, mely szervezet egy évtizeddel ezelőtt a turisztikai szereplők összefogását tűzte ki célul. Az elmúlt évek számadatai szerint a város igen népszerű úti cél lett. Székesfehérvári vendégészak a szám 232%-kal nőtt 2009 óta, a vendégek száma még nagyobb mértékben. De elmondhatnám azt is, hogy közel 200 ezer látogatót fogadtunk a 10 év alatt a Turinform irodában, vagy azt is, hogy közel 50 ezer látogató vett részt az általunk szervezett városnéző programokon ez idő alatt. Ezek fantasztikusan nagy számok, és nagyon-nagyon sok munka van mögötte, nagyon sok lelkesedés és kitartás is természetesen. Mindezek a számok, ennek ellenére nem gondolnám, hogy a mi sikereink, ez egy közös munka. A mi szervezetünk azért jött létre annak idején, hogy a helyi turizmusban résztvevő szereplőket összefogjuk, és mindazt a kínálatot, amit megtalálható, csomagoljuk egybe, és Székesfehérvárt így egyben népszerűsítsük. Úgyhogy ez a folyamat meg is történt, és valóban olyan partnerhálózatunk van városon belül is, illetve a környékbeli attrakciókat tekintve is, amelyre bátran tudtunk építkezni. Ezekben a számokban, az eredményekben mindazon szolgáltatók, hotelek, vendéglátók, turisztikai attrakciók, civil szervezetek és intézmények, mindazok munkája benne van, akik ezen a területen dolgoztak ez idő alatt. Sőt, hova tovább, azt mondom, hogy minden fehérvári is benne van ebben, hiszen tudjuk méréseinkből, hogy a legtöbb látogató azért jön Fehérvárra, mert valaki hívja őt. Egy ismerős, egy rokon, egy barát. Ha a fehérváriak szeretik, ismerik a városukat, tudják, milyen élményeket lehet itt átélni, biztos, hogy másképp hívják őket, mint korábban. Ezért is dolgoztunk mi nagyon sokat azon, hogy a fehérváriakat bevonjuk ebbe a munkába, és nagyköveteinké tegyük őket. Én azt gondolom, hogy ma már kevés fehérvári van, aki azt mondja az ismerőseinek, mint akár régen, hogy ne gyertek, nem érdemes ide, nem lehet semmit csinálni. Tehát ez már nagyon-nagyon a múlt. Persze kellett egy olyan alap is, ami a város folyamatos fejlődése, hiszen 10 év alatt nem tudok olyan évet mondani egyébként, amikor ne bővült volna a turisztikai kínálat, vagy a vonzerők sora valamivel. Legyen ez akár magánerős beruházásból Árpád-fürdő fejlesztés, a hotelek felújítása uniós támogatással, vagy magánerőből, az önkormányzat saját projektjei vagy uniós támogatással megvalósított projektjei, vagy legyen akár a székesfehérvári egyházmegye fejlesztése, vagy legyen mögötte az, amit a mindenhol dolgozó szakemberek produkálnak, amikor olyan minőségi szintugrás történik ebben a városban, hogy például az év kiállítását is ma Székesfehérváron tekinthetjük meg. Hátradőlni semmiképpen nem lehet, ez nem végállomás, hanem egy állomás, ami nagyon alkalmas arra, hogy visszatekintsünk és mérleget vonjuk. Magunknak is érdekes ez, érdemes átgondolni, hogy mi az, amit megtettünk, és mi az, ami előttünk áll. Rengeteg kihívás áll előttünk. Az előadásomban, hogyha utalhatok erre, 10 olyan eredménnyel kezdtem, amelyet egymás mellé téve kivetítettem. Az előadásomat 10 olyan kihívással zártam, amelyet szintén kivetítettem, és jeleztem, hogy igen, elértünk valamit, de
van bőven tennivalónk. Van ezek között nyilvánvalóan városfejlesztési kérdéskör is, nagyon is sok, akár a parkolás, az akadálymentesítés témakörét nézzük, de van olyan dolog is, amin nekünk kell dolgozni még a városmárkázással, városmarketinggel kapcsolatban, digitális fejlesztésekkel, vagy éppen az előttünk, közvetlen előttünk álló projektünk keretében tematikus túraútvonalakat szeretnénk kidolgozni, mert azt gondoljuk, hogy ez alkalmas arra, hogy a látogatóink még hosszabb időt töltsenek a városban, még több látnivalót és programot keressenek fel és vegyenek igénybe. A szervezet 10 éves jubileumán szakmai konferenciára várta partnereit, a találkozón részt vett a város polgármestere is. Cserpakovics András örömét fejezte ki, hogy a világ egyik legfontosabb gazdasági ágazatává váló turizmust egy professzionális szervezet fogja össze a városban. A turisztika ez egy nagyon sokrétű terület, hiszen van egy nagyon csodálatos történelemmel rendelkező, gyönyörű belvárossal rendelkező városunk, ami nyilván a turizmus egyik része. Nagyon fontos az ebből fakadó kulturális turizmus, de nagyon fontos a sportélettel összefüggő turisztikai terület fejlesztése, ugyanúgy, mint az üzleti turizmus, vagy éppen a katonai turizmus. Bármelyiket is nézzük, Fehérvár szerencsére az elmúlt egy évtizedben sokat lépett előre. 132%-os növekedés van, ha mondjuk egy számot kiemelek, a vendégészakák, a szálláshelyen eltöltött vendégészakák száma tekintetében. Ez azt gondolom egy óriási előrelépés, és jól jellemzi a helyzetet, hogy beléptek új szállodakapacitások, de emellett is ma azt halljuk, hogy szükség lenne még akár alacsonyabb komfortú, akár pedig kifejezetten magas szolgáltatási minőséget képviselő szállodakapacitásra. Ez egy jó hír a városnak. Szerintem csodálatos helyen vagyunk a turizmushoz, hiszen közel van a Balaton, közel van a Velencei tó, Budapest vonatkozásában is minden elérhető, és vannak most már saját olyan attrakciók, amikkel több napon keresztül itt lehet tartani az embereket, akár rendezvények, események, akár a város adta környezet tekintetében. A városnak milyen törekvései vannak az irányba, hogy a turizmus még inkább fejlődhessen itt a városban? Nyilván mindegyik területen, külön-külön területenként érdemes stratégiát alkotni. Alapvetően ennek az előkészítése a szakembereink feladata, és nyilván vannak, és szükséges is, hogy legyenek a jövőben is ehhez fejlesztések. Vannak, amik városi fejlesztések, mondjuk, hogyha a múltba gondolunk, akár a sóstor rehabilitációja, akár közösségi terek létrehozása, akár mondjuk a Koronás Parknak a létrehozása, ez különböző tematikák mellett, de segíti természetesen az itt élők mindennapjai mellett a turizmus gyarapodását is, de hát akár az üzleti célú turizmusban, a sportnál nagyon fontos az infrastruktúra, és hát nagyon fontos, hogy a konferenciákhoz megfelelő helyek jöjjenek létre, alakuljanak Fehérváron. Ebben a tekintetben szerintem Budapest, Balaton, Velencei tó közelségét még jobban ki lehet használni, úgyhogy feladatunk van még bőven a következő években. A Székesfehérvár polgármesteréhez milyen visszajelzések jutnak egyébként a városiaktól a programok tekintetében? Tehát, hogy ugye messzebbről is jönnek hozzánk, de hát a városlakókat is rengeteg rendezvény várja évközben. Alapvetően pozitívak, hogy elég sokrétűek ma már ezek a rendezvények, erre törekszünk is, hogy nagyon-nagyon sokféle program legyen, és az emberek megtalálják azt, ami őket leginkább megszólítja, érdekli. Ez igaz a fehérváriakra és az ide látogató vendégekre, legyenek azok hazai vendégek, vagy pedig a nemzetközi turizmusban Fehérvárra érkező csoportok, vagy éppen egyéni látogatók. A rendezvényen részt vett Révész Máriusz is. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről tartott előadást a résztvevőknek. Már idén ősszel több szakaszon egyektől Székesfehérvárig elkezdődnek a munkátok, és reményeink szerint Székesfehérvár és Balaton akaratja közötti részen pedig a következő esztendőben, 2020-ban már megkezdődik a munka, úgyhogy én abban bízom, hogy 2021-re itt már nagyon szép kerékpáruton végig lehet járni Budapest és Balaton akaratja között az utat. Igen, ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy hol tartanak jelenleg a munkálatok, illetve ennek a kerékpárútnak milyen turisztikai jelentősége van? Ugye Budapesten nagyon-nagyon sokan élnek, és egy nagyon szép útvonalat jelöltünk ki, ami ugye érinti ott Etyeket,
Velencei tavat, Székesfehérvár, Balaton akaratja, tehát ez egy nagyon szép útvonal önmagában, tehát ezen az útvonalon is magában érdemes lesz végigbiciklizni, de nagyon sokan lesznek, akik Budapestről fognak elmenni Balatonra, és ne felejtsük el, hogy ez a szakasz, amiről beszélünk, ez az Eurovelo 14-es útvonalnak a része lesz. Ez Eurovelo 14, ez a Bódeni tópartjáról indul Ausztriából, keresztül szeli Ausztriát, ezt követően az Őrségnél ér be Magyarországra. Zalaegerszeg érintésével lehet eljutni a Balatonra. Balatonról Székesfehérváron keresztül Budapestre, aztán 60, Eger, Tiszató, Hortobágy, Debrecen, és reményénk szerint ez a kerékpárút majd folytatódni fog Romániában, érinteni fogja a Székelyföldet, és talán egészen a Fekete-tengerig el lehet menni. Tehát ez egy nagy nemzetközi kerékpáros útvonalnak is a része lesz, úgyhogy Székesfehérváron is reményeink szerint két év múlva már lesznek olyan biciklisek, akik nagyon messziről Nyugat-Európából indultak, és talán a Fekete-tengerig fognak menni. Kiknek szól ez a bicikliút elsőképpen? Amatőröknek, profiknak inkább? Ez egy kerékpáros turisztikai útvonal, ez elsősorban a kerékpáros túrázóknak, de lesz számos szakasz, amit a hivatásforgalomban is, tehát a napi kerékpározásban, a napi munkába járásban is igénybe lehet venni. Akik versenyzők lesznek, azok általában nem ezeket az utakat szokták preferálni, de itt Székesfehérvárnál ki kell emelni, hogy a következő évben innen Székesfehérvárról fog indulni a Giro d'Italiának a harmadik szakasza, úgyhogy az egész világ láthatja ezt a várost, úgyhogy itt szerintem kerékpártúrázóknak, napi munkába járóknak és a kerékpár versenyzőknek az elkövetkező időszakban komoly lehetőségeket fogunk nyitni. A kormány biztos arról is beszélt, hogy a Giro d'Italia kerékpáros körverseny egyik, a városból induló szakaszának lebonyolítása is jelentős turista számnövelő hatással bír majd.